Tiprich hagyja, hogy lepattanjon a labda, jön hátra érte. Aztán Kiprichnek teszik föl lövésre, és megvan a gól. Gyönyörű gól volt, tétovázott a csepeli védelem. Három igazi csibész, három igazi barát, három legenda. Ők a Mester hármas. Ezzel a címmel jelent meg a napokban Müller Zoltán könyve, melynek főszereplői Kiprich József, Plotár Gyula és Vince István. Plotár Gyula egészségügyi állapota miatt sajnos nem tudott részt venni a könyv bemutatóján, de nélküle is igazi baráti találkozó kerekedett. Korábbi játékostársak, edzők és természetesen barátok is fontosnak tartották, hogy ott legyenek ezen a fontos eseményen. Egy újabb alkalom volt az Rikára, a nosztalgiázásra és sztorizásra. Müller Zoli barátunk kitalálta egy másfél év ezelőtt, hogy mit szólnánk hozzá, hogy én arvolunk egy könyvet. Ugye megbeszéltük a Piluval meg a Gyulámmal, és mind a hárman rábalintottunk, hogy akkor csinált Zoli. És Zoli csinálta. Igaz, az elején még nem tudta pontosan, hogy milyen nagy fába is vágta a fejszéjét. Rengeteg magyar labdarúgónak, külföldi labdarúgónak volt már ilyen könyve. Úgy gondoltam, hogy a három sztárról én írok elsőnek, egy ilyen hármas, egy ilyen triumvirátusról. Hívtam őket, mindenkit ismerek, mind a hárman voltak edzőim, mind a hárman pozitívan álltak hozzá, tehát azonnal megbeszéltük, hogy akkor ebből könyv lesz. Gálhidi veszíti el a labdát, és Plotár iramodik meg. Be középre, és benn van a gól. Kiprich a második tatabányai gól szerzője is. Háromszor ültünk össze egy ilyen megbeszélésre, hogy akkor sztorizgatunk a régiekről, mindegyik több órába belenyúlt, és végig nevetés. Tehát a hangfelvételeken más nem hallatszik, csak hogy nevetnek. Ezek a régi futballpályáról a kettő az egy, megtámadtak egyet, kikezdték, akkor bólogattak, zrikálták, tehát így mindenkinek volt annól ilyen sebezhető gyenge pontja, és azt mindig véremenően itt is, nyilván a határokon belül, igen. A három ma is híres korábbi labdarúgó talán külön-külön is megérne egy könyvet, de ők így hárman együtt is szívesen szerepelnek. Szerintem óriási sztorik vannak benne, mert ez ilyen, tényekre és ilyen vicces alapra épült ez a könyv. Tehát a régi sztorikat elmeséltük a könyvbe. Én megmondom őszintén, még nem olvastam. De aki olvasta, azt mondta, hogy szenzációs. Ez adott volt, hogy a csatársorról próbálnak könyvet írni. Nekem nagyon nagy öröm, tehát az, hogy rengeteg ember érdeklődik a mai napig, hogy mi van velünk, hogy vagyunk, és ez nem csak itt Magyarországon, a Felvidéken. Megállítanak, rengeteg ember ismer meg még a mai napig, és elmondják, hogy mennyire szerettek Tatabánya meccsre járni, hogy nagyon szerették a Tatabánya játékát, ezen belül a miénket is. Úgyhogy kimondottan örültek annak, hogy most megjelenik egy könyv. Plotár, Vince, és gól 3-0. Vince István remek egyéni alakítással megszerzi a 10 emberrel játszó bányász harmadik gólját. A három tatabányai zsiványról a mai napig beszélnek nem csak a megyeszékhelyen, hanem szerte az országban, sőt határainkon kívül is. Nekik is van még mindig beszélni valójuk egymással, bármiről, mindenről. Nálunk nincs olyan, hogy kifogy a téma. Tehát mindig van valami új téma, valami új duma, arra kitalálunk valamit egymásnak, úgyhogy a sztorizgatás a mai napig folyik. Mi a pályán is azért bohémak voltunk, és itthon játszottunk a Nesztvéd ellen egy Intertotó kupát, hát mi hárman támadók megfogadtuk, hogy szóltunk egymásnak, hogy menjünk, támadjuk le a védőket, és elindultunk, de a Gyuszi az tovább ment, mi pedig a Jóskával visszaléptünk a félpályára, és onnan nevettük. És a Gyuszi hajtotta a védők között a labdát, természetesen nem tudta megszerezni, és egyszer csak visszanézett, visszatekintett, akkor látta, hogy mi a félpályán állunk, és hát az arc kifejezés, az a mai napig itt van előttem. Rá 5 percre csere, feltették a 10-es táblát, bandukoltam lefelé, a 16-ostól sprintelt vele, és mondta, hogy na most nevessél. Mindhárman feszegetik ma is a határaikat, a sajátjaikat és a barátságukét is, hiszen a Kiprich-Vince-Plotár trió ma is jól működik együtt, de jelenleg csak a magánéletükben. Én nagyon szeretném, hogyha tudnánk dolgozni esetleg Tatabányán, hárman, pályedző, vezetőedző, szakmai igazgató, tehát ezt lehetne sorolni, hogy milyen rangban, az teljesen mindegy. Én úgy gondolom,